Nemrégen számoltunk be arról, hogy a Szivárvány Szlovák Tánc Együttes július elején testvérvárosunk Naszvad Arató Fesztiválján vett részt. Július végén Bánkon, az 58. Nógrád megyei nemzetiségi találkozón képviselték városunkat, ahol a kiskörösi és az isaszegi koreográfiáikat mutatták be. Augusztus elején pedig a romániai Cserpotokra vitték el a kiskörösi szlovákság dalait, táncait és viseletét, ezzel öregbítve városunk hírnevét. Magyarországi Szlovák Kulturális Intézet meghívására kaptuk ezt a fellépést, bár tavaly Gyetván, amikor kint voltunk ezen a fesztiválon, akkor a cserpotokiak is kint voltak. Találkoztunk velük, nyilván ilyenkor barátságok, ismerettségek születnek, és ismerték már az együttest, úgyhogy felvették a kapcsolatot az Országos Szlovák Kulturális Intézettel, és ezen keresztül kaptuk a meghívást az ő fesztiváljukra. A romániai szlovákok legnagyobb fesztiváljára Európa minden részéből érkeztek folklór együttesek. Az ország több részéről ők is hívtak együtteseket, de egyébként voltak lengyelek, csehek, tehát Lengyelországban és Csehországban élő szlovák együtteseket hívnak ilyenkor meg, valamint Romániából, Magyarországról, Szerbiából. A szerbek is nagyon ügyesek, és érdekes, hogy ott is élnek szlovák anyanyelvűek, és azt hiszem, hogy ilyen 14 vagy 15 együttes kapott ide meghívást. A táncegyüttesből 6 pár utazott ki a fesztiválra. A Szivárvány Szlovák Táncegyüttes a többi csapattal együtt szombaton este és vasárnap délelőtt mutatta be műsorát a fesztivál színpadán, nagy sikert aratva. A fellépések mellett számtalan programmal várták a szervezők a vendégeket Cserpotokon. Az első este mindjárt táncház volt, ahol az ottani táncegyüttes tagjai és a vezetői tartottak egy nagyon-nagyon jó táncházat. És ez azért is jó, mert ilyenkor megtanulunk más tájegységből is tánclépéseket, és azokat tudjuk a mi műsorainkban is kamatoztatni. Másnap egy nagy borászatot fedeztek fel a hegyek közt, ahol nagyon barátságosan fogadták a kiskörösi táncosokat, meghívták a csapatot egy borkóstolóra, emellett szabad idejükben kirándultak, ismerkedtek a környékkel. A kiskörösieknek nem kell sokat várniuk, hogy ismét találkozhassanak az együttessel, hiszen a hamarosan megrendezésre kerülő kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napokon kétszer is fellépnek. Elsőként augusztus 30-án, pénteken a fesztivál megnyitóján, majd szeptember 1-én vasárnap a szomszédoláson.